Hello, girls! Fantasztikus, rossz! Vadd be, vagy még rosszabbul jársz! Who is awesome, rossz? I don't understand! Sötét Ellen, ugyan! Ez, Lady, micsoda? Ez nagyon édes! Emberek, igyekeztetek és összegyűjtöttetek 60 ezer lájkot, szóval ma kezdünk a Sapi nappal! Szuper híreim vannak gyerekek számotokra! Egy közületek megy Amerikába! De tobol a vírus! Okos Júlia, ne félj, nekem kell lesz itt! És igazából a kiválasztottak olyan részre fognak menni, ahol nincs vírus! És hova? Alaszkára? Rendetlen, Gerald, ötöst kapsz fociből, de nem, tanyára fog menni. Messze a városi problémáktól, ahol bivajok sétálnak, és ahol birkák élnek, és tenyésztük őket. Vademberek! Fantasztikus, rossz, a te fejedben élnek vademberek, és nem tudod őket rákényszeríteni, hogy elhagyják a helységet. Rendben lesz, szűkös, de elégedett vagyok. Ki szeretne ellátogatni Okos Júlia szülinapi buliára? Gyűjtsünk össze 70 ezer lájkot! 1, 2, 3... Menő! Készítsétek az ajándékokat! Szóval el kell döntenünk, ki fog menni a cserediák programra. Kivéve Okos Júliát persze, az iskolánk reményét. Minden világos, aki a legkevésbé fontos, az fog menni. Sötételen, mondtam, hogy messze van a várostól, ahol nincs vírus, ahol vadállatok élnek. Majmok! Nem majmok, hanem birkák. Én fantasztikus rosszt javasolom, ki támogatja? De Mary Johnson, ki egyezne bele? Barátok vagyunk, vagy nem? Bocs, Havar, de allergiás vagyok erre az egészre. Én nem fogom túlélni ott. Kivel beszéljek, Telón? A barátaiddal? Milyen barátaid lesznek ott? De Mary Johnson azt mondta, hogy ott vannak vad birkák. Sötételen, ne felejtsétek el, hogy az én Gucci cipőm olyan, mint egy harci kutya. Tépi a láncot figyelmeztetés nélkül. Rendben, rendben, tedd fel nekik a szájkosarat. Én mégis fantasztikus rosszra szavazok. Pontosan! Kate, de te testvérem vagy! De hát megvan a szavazók többsége. Mary Johnson, én ellenzem. Aki ellene van, mehet fantasztikus rossz helyett. Ja, akkor nem zavar. Menjen ő! Fantasztikus rossz, mutasd meg, hogy a mi diákjaink a legkitartóbbak. Rajzolj egy kört krétával. De milyen esetben? Ne ijeszd meg, bídelok és lesz. Ha szoború leszek, akkor olvas. Akkor még ijesztőbb lesz. Oké, legyen. Odaadom neked elsőnek. Miért ilyen keveset? Mondom, első alkalommal. Utána egyedül fogod. Sok szerencsét. És ez minden? Te tesóm vagy, és a sírnál egy kicsit? Haver, ne hagyj el! Kérlek! Ne legyél szomorú, gyere velem! Ha így kell lenni, akkor így. Goodbye, ahogy franciák mondják. Ő megy Amerikába. Goodbye, my friend. Szia! Ma külföldi irodalommal fogunk foglalkozni. Nos, hadd halljam, ki ismeri a külföldi írókat? Ó, megérkezett az amerikai! Szóval mindenki készen áll? Megmosdottatok? Rendbe tettétek a hajatokat? Rendetlen Gerald, számodra nincs megoldás. Miért ültök? Keljetek fel, illemből! Meg kell mutatnunk, hogy nem vagyunk rosszabbak ezektől a nyugatiaktól. Jöjjön be! Mármint gyere be, kérlek! How do you do? Köszönöm! Thank you! Köszönöm! Nem emlékeztet valakire? Idiótára az olcsó amcsi filmekből. Szerintem kedves! Én azt hittem, hogy neked tetszik fantasztikus rossz. Tudod, a női lélek nagyon szédületes. De tényleg, úgy néz ki, mint fantasztikus rossz. Nem néz ki úgy. Rossz remek barát. Ez pedig valami nagy zoló, amerikai. Hey, emberek! Na, miért állunk? Üljünk le!
Hé, hogy hívnak? Fantastic Gang, Roy. Fantastic Gang. Fantasztikus? No, Fantastic Gang. Gangster, Fantasta. Gangster? Hol tűnt a barátom? Fantasztikus rossz basszút állok, érted? Ró, gyere! Gyere be és foglalj helyet! Gyerekek! Roy, ülj le! Fantasztikus rossz helyére! Én megyek elkészíteni a meglepetést a külföldi barátunknak! Ó, kedvenc helyem! Good seat, good! Sosem voltam Amerikában, mi adott? Amerika, Nagy-Britannia fővárosa! Yes! Az két különböző ország! Viccelek! Vicc, amerikai! Sötételen segítened kell. Ez a Roy egyáltalán nem Roy. Hipnotizálhatom őt esetleg. És hogyan tovább? Belemélyülünk az agyba és kicsit megnézzük. Oké, ezt megcsinálhatjuk a szünetben, most pedig megyek el beszélni okos Júliával. Ó, mesélj arról, mi van még Amerikában? Hát vannak pikák, vaddisznók, vadmajmok. Yes. Majmok? Olyan vicces vagy. Miért nem beszélsz angolul? Mondd, hogy mondják angolul a vadmajmokat? Vadmajmok. Olyan vicces vagy. Okos Júlia, kell ez egy percre. Szép Kate, igazából egy külföldivel beszélek és fejlesztem az angol nyelvtudásom. Neked is javaslom. Nem gondolod, hogy ő nem az, akinek kiadja magát? Igen, úgy tűnik. Tessék, le kell lepleznünk. Erősnek és merésznek tűnik, de igazából érzékeny és naív. Minden világos, és mi van fantasztikus rosszal? Ki az a fantasztikus rossz? Roy, mondj még valami amerikai poét. Várj! Rendetlen Gerald, segítesz leleplezni az amerikait? Oké? Persze, hogy segítek. Szóval az a terv, hogy megvárjuk sötét után az utcán, és én majd így fogok ugrani, hogy wow! Te pedig vagy csináljunk most valamit? Pontosan! Miért várnánk? Rögtön kiütöm! De amerikai álom! Mondd el, hol van a barátom, vagy pedig beszélni fogunk, mint a férfiak, a férfival! Ráncséget nem érteni! Hagyd békét, top hüvelykúj! Vedd el a telód, és hívd a barátodat, és faggasd ki! Bocsánat, muszáj jelentkezni a telefon! Hé, haver, nem tudok most beszélni. Elkaptalak. Szép két, tetszik neked a külföldi hercegünk? Nem, egyáltalán nem külföldi. Szerintem ez fantasztikus rossz. Most komolyan mondod? Fantasztikus rossz a külföldi herceg? Meg kell néznem, ha megérkezik. Várj! Szóval te vagy a hercegnő? Ezt titkoltad mindenki előtt? Nem erről beszélek. Nézd! Yes! Láttad? Igen, tökéletesen beszél angolul. Hát persze, valahol a te szinteden van. Oké, be fogom bizonyítani, hogy ez nem Roy. Vannak nálad dollárok? Igen, miért? Az amerikaiakat nem érdeklik a dollárok, de ez az oroszokat érdekli. Érted, mire célzok? Kicsit gyanítom, hogy ez a kirakós nekem nem lesz világos. Add a pénzt! A fenébe tudtam. Emberek, Arany Stacynek van ajándék az új haverunknak. Nincs semmim. Mondtam, hogy van. Add. Miért ez lenni nekem? Neked. Köszönöm, de nincs rá szükség, mintha eddig nem láttam volna dollárokat, inkább adj rubelt, kérem az 5000-es bankjegyet. A gazdag életem lepergette szemem előtt.
Szóval gyerekek, üljetek le! Roy, van egy meglepetésem számodra. Tudom, hogy a te családod vadbirkákat tenyészt, úgyhogy tessék, finom jutúró! Ez tényleg jutúró, nem valami más? A mi orosz birkáink túrója. Nagyon szépen köszönni, megkóstolni óra után. Roy, nem lehet így azonnal, meg kell kóstolnod, vagy megbántod Mary Johnson-t, ez a mi hagyományunk. Miről beszélsz? Lehet, hogy jobban megismered a hagyományainkat? No. Szóval, te itt rákcsálsz, amíg a mi barátunk veszélyben van. Miről beszélsz, rontatlan Gerald? Fantasztikus rossz beszélni szempírt velem, amilyen erőszakosan viselkednek ott. Akkor engedem ki, hogy te megtörtént a cserere a fantasztikus rosszra! Rendetlen Gerald, mit csinálsz? Hogy beszélhetsz így a külföldi barátainkkal? Mit fog Amerika gondolni rólunk? Sötételen, te vagy a soron. Engedd el, beszélnünk kell velem. Igen, őt elengeditek, és ki fogja elengedni az én barátomat? Visszaadom a vudu babád. Oké, 10 perced van. Hello, girls! Fantasztikus rossz, vald be, vagy rosszabb lesz. Who is awesome rossz? I don't understand. Sötételen, folytasd! Ez Lady micsoda, ez nagyon édes. Mi a következő? Fantasztikus rossz, te vagy fantasztikus rossz? Én szép pillangó vagyok, virágról virágra szállok. Hopp! Hopp, mi hopp. Ez? Lehet, hogy túlságosan hipnotizáltam. Leszkennelem az agyát. Vedd ezt el. Szóval? Csönd. Tudtam, hogy ez fantasztikus rossz. Hogyan bizonyítjuk ezt? Na szóval, hagyjátok abba. Leszégyenítettétek magatokat a külföldi barátunk előtt. Mit fognak mondani a szülei? Azt, hogy a mi diákjaink idegbetegek és boszorkányok? Gyorsan a helyetekre! Külföldi fiúcskám, minden rendben van? Ó, te tanárnő, nagyon-nagyon jól vagyok. A szüleim viszont idegesek lesznek, mert bezártak a pincébe. Mit tehetnék, hogy ne haragudjanak? Szerintem azt szeretnék, hogyha az ő édesfiúk, azaz én, ötös kapna minden tantárgyból. Akkor minden rendben van. Be fogok írni ötösöket fantasztikus rossznak. Na, gyerünk! Igen, Mary Johnson? Ne keveredj bele, szépkét! A világpolitika rendeződik most. Majdnem előidéztél egy hidegháborút. Megyünk az órára, és eldöntünk mindent. Nagyi? Hol van ez a bolond? Az unokámra gondolok, a leves készen van, ő pedig eltűnt és ellopta az alsó neműmet. Ki jön? Ki lopott el mit? Ki? Ez! Gyorsan hozd vissza a papa ruháját! Már 3 napja harisnyában ül, lefagyott az összes ujja! Mami, mármint Nagyi, tényleg vissza akartam adni neki mindent. Összeverem a hátadat bottal és rögtön visszaadsz mindent. Kérem, hogy beszél az amerikai vendégünkkel? Igen, Amerika! Hogy mi? Eladta a hazáját a papa kaptanjában. Szégyeld magad! Összeverem ezt a külföldi feneket! Ne! Nagyi, ne csináld! Úgy veszem el a gatyáidat, mint valami dividendát. Ha nem felelnek meg a papának, akkor majd egyedül viselem. A konyhóban.
Tudnátok adni egy felsőt és egy nacit? Fantasztikus rossz, te vagy az? Miért nem vagy Amerikában? Mint ahogy mondtam. Haver, visszajöttél? Haver, már aggódtam, tesszék ruha, haver! Rendetlen Gerald, nem is ment soha sehova. Szóval végig te voltál és nem mondtál semmit? Mindenkinek elmondtad volna. Szóval árulnám el a barátomat. És a naci? A nacit megtartom emlékképpen a legjobb haveromra. Fenébe. Rendetlen Gerald, ötös neked. Te fogsz menni a tanyára. Majd látni fogsz narancsokat meg. Szóval sötételen ne felejtsd el a Gucci cipőmet. Ma ki fogjuk kísérni a külföldi vendégünket. Szia, fantasztikus rossz!